A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Közeledik Minden Szentek és Halottak napja, mai műsorunkat ennek a témának szenteljük. Láthatnak majd az adásban két stúdióbeszélgetést. Előbb az ünnepkör eredetéről lesz szó, aztán megismerhetnek egy együttest, a Discover Bandet, akik éppen egy halloweeni bulira készülnek. Tartsanak velünk! Közeleg Minden Szentek és Halottak napja ünnepe. Ennek kapcsán beszélgetünk most Váci Márk történésszel a stúdióban. Köszöntelek! Kezdjük akkor ott az elején, hogy hova vezethető vissza ezeknek az ünnepnek az eredete? Mikor kezdték el egyáltalán ünnepelni? Hát ugye Minden Szentek, illetve a Halottak napja ünnepe, az nagyon sok szempontból összefügg egymással, de azért sok különbség is van közöttük. Ugye az eredete igazából a november 1-i ünnepnek, tehát magának a Minden Szenteknek, az valamikor a 400-as évekre tehető, tehát most már több mint 1600 éves hagyománya van. És egyébként a keresztény egyházban valamikor a 700-as évek környékén jelent meg. Ugye 1054-ben következik be az úgynevezett nagy egyházszakadás, ami ugye elhozza a nyugati és a keleti kereszténységnek az egymás mellett élését és a nagyon gyakori konfliktusait. Tehát kialakulnak ugye az úgynevezett ortodox egyházak, a keleti kereszténység, és ugye van a nyugati kereszténység, ez a latin kereszténység, amihez később aztán ugye az ortodoxiából egy levált egyik ág, az úgynevezett görög katolikusok ugye csatlakoznak, ez egy ilyen átmeneti állapot, a görög katolikus egyháznak az állapota meg a helyzete. De igazából, amikor még a kereszténység egységes, akkor a keresztény felekezetek körében a Minden Szentek az egy pápai jóváhagyással, 700-as évektől már pápai jóváhagyással létező ünnep. Ami azt jelenti, hogy a mai keresztény felfogásban, az egyház felfogásban is így van, és így volt már a 700-as években is, sőt már jóval korábban, ugye bibliai alapokra megy vissza, hogy a híveknek a közösségét ezt három részre, vagy három csoportra különítik el, lehet így mondani. Ugye van a küzdő egyház, tehát az élő hívek, akik ugye itt élnek a földön, és ugye imádkoznak a megholtakért, imádkoznak hozzájuk, hogy ugye járjanak közben értük, stb. Tehát ez ugye a katolikus egyházban is, meg általában az ortodoxiában ugye egy elterjedt hitrendszer, hitfelfogás. Ez az egyik. A másik, ugye az úgynevezett megdicsőült egyház, vagy győzedelmes egyház, ugye a szentek közössége, ugye szentek, nem csak azokat nevezzük szenteknek, akiket ugye ezzel a titulussal illetünk, szent, boldog, hanem ugye azokat is, akik a hitünk szerint ugye a mennybe kerültek, a mennybe vétettek föl. Illetve van az úgynevezett szenvedő egyház, ugye a már megholtak, de még a tisztító tűzben szenvedők, akik ugye arra várnak, hogy bebocsátást nyerjenek a mennyországon. Tehát ez a három sík különül el igazából egymástól. És a Minden Szentek ünnepe az kifejezetten a győzedelmes egyházról, a dicsőséges egyházról szól, tehát azokról, akik már ugye bebocsátást nyertek a mennyországba. Ugye Jézus Krisztus, Szűz Mária és a név szerint ismert szentek mellett mindenki más természetesen, aki hitünk szerint már ugye bejutott a mennybe, vagy az egyház tanítása szerint éppenséggel. A kettő az ugye nem mindig van egymással párhuzamban. És ezt a katolikus egyház is vallja, tehát a római katolikus egyház, ugye Róma központtal, illetve vallják a különböző ortodox egyházak. Tehát a Minden Szentek napját azt például ugyanúgy ünnepeli a román ortodoxia, a görög, a bolgár, az orosz, bárhol élnek a földön ortodoxok, mert ugye ezek nemzeti egyházak, mindenhol ünneplik november 1-én a Minden Szentek napját. Itt az időszámítás miatt ugye ebben lehetnek eltérések, de az ottani időszámítás szerinti november 1-én ünneplik, ami nálunk azért Magyarországon többnyire ugyanarra az időpontra esik. Tehát itt annyira nem különül egymástól, mint mondjuk a húsvét, vagy a pünkösd, ugye ezt tudjuk, vagy a karácsony, amit ugye az ortodoxok a nálunk lévő vízkereszt időpontjában ünnepelnek. A Halottak napja az egy másik érdekes hagyományra vezethető vissza. Ez a 800-as években került bevezetésre, tehát körülbelül 1200 évvel ezelőtt, szintén pápai jóváhagyással terjedt el, és igazából kezdetben
Tehát ugye a reformáció időszakában már csak a katolikusok ünnepelték, aztán az evangélikus egyházban, illetve az unitárius egyházban, akik ugye főleg Erdélyben vannak jelen, ez meghonosodott, és a mai napig szokásban van. Sőt, az evangélikusok egyébként a Minden Szentek napját is ugyanúgy ünnepelik, és ugyanúgy megülik ezt az ünnepet, hiszen a meghaltaknak a feltámadása az tulajdonképpen egy ünnep. Tehát ezért nem gyászról beszélünk ugye elsősorban. A gyász időszak az inkább a halottak napja. Illetve hát ugye a nyugati keresztény egyházakban, főleg a katolikus egyházban a nagybőjtnek az időszaka, ami ugye amúgy is a lemondásról, a gyászról és ugye a Krisztus halálára való emlékezésről, meg a szenvedésére való emlékezésről szól. És a halottak napja az egy olyan, mondhatjuk azt, hogy ökumenikus keresztény ünnep, ami igazából a 19. század óta a református egyházban is ugyanúgy jelen van, és a 20. században pedig nem csak ugye a keresztény egyházakban terjedt el, de például a zsidóság körében ugyanígy elterjedt, ugye a nem hívők körében is természetesen. Ugye van egy ilyen érdekes furcsaság, hogy 2000 óta nem a halottak napja, ami ugye általában mindenki számára egy fontos nap, az ünnep és ugye a munkaszüneti nap, hanem a november 1-e Minden Szentek, ami egyébként inkább katolikus egyházi ünnep. Ez egy kicsit ilyen furcsaság, sajátosság, de hát az emberek már ehhez ugye hozzászoktak. És hát ugye a november 2-a a halottak napja az, amit igazából egységesen ünnepelnek az egyházak, olyan értelemben, hogy ugye a reformátusok például nem imádkoznak a halottakhoz. Nem imádkoznak a halottakért. Tehát nincsen, hát gyász, Isten tisztelet, mint olyan az van a temetés alkalmával, de gyakorlatilag az évfordulókon csak röviden megemlékeznek az elhunytakról, és semmi más egyéb nem történik. Még ugye a katolicizmusban folyamatos imádság ugye a megholtakhoz és a megholtakért, ugye az ő segítségüket, közbenjárásokat kérve, ha netán bejutottak már a mennyországba. Egyébként arról van-e valami információ, vagy mire vezethető az vissza, hogy pont november 1-ére, vagy még november 2-ára esik? Hát ez egy nagy kérdés. Igazából itt a 400-as években alakult ki ez a hagyomány. Ugye ez már a téli időszak, tehát az az időszak, amikor már ugye korábban sötétedik, jóval rövidebbek a nappalok, ugye óraállítás is van ma már, tehát ma már ezt is ide vehetjük nyugodtan. És igazából pont ez a kezdődő sötétségnek az időszaka, amikor ugye, amikor gyakorlatilag nincsenek nagyobb ünnepek ebben az időszakban, ugye a karácsony az egy kicsit később van, a húsvét, pünkösd meg jóval korábban, és hát a kettő között igazából ugye a nyári paraszti munkák, aratás és egyebek hagyományosan, hogyha ezt nézzük. És ugye ez az őszi időszak, amikor igazából már a kereskedők sem nagyon tudtak például utazni, hiszen olyan sárosak voltak mondjuk az utak, ne feledjük el, hogy azért kövezett utak sem nagyon voltak még mondjuk 200 évvel ezelőtt, nemhogy aszfaltos út, az jóval későbbi történet. Kevesebbet utaztak az emberek, inkább helyben voltak, és inkább házon belül voltak, sokkal több idő jutott például a közösségi alkalmakra is, és hát azért a 400-as évektől kezdve nyilván az évszázadokon át azért sok változás bekövetkezett az ember életében, de az, hogy ilyenkor mondjuk összegyűlik a család, és közösen megemlékeznek az elhunytakról, ez a hagyomány, ez megmaradt természetesen. A 19. században terjedt el például a halottakért történő gyertyagyújtás. Ahogy ugye például az adventi koszorúnak az elkészítése, vagy éppenséggel a karácsonyfa állítás, az ugye német területről terjedt el ez a szokás, így ez a halottakért való gyertyagyújtás is egyébként német katolikus körből jött be Magyarországra, de egyébként nem a betelepedésekkel, tehát nem a 18. században, hanem egy évszázaddal később. Ugye hát azért voltak közös uralkodóink, voltak közös hagyományok, közös kultúra, tehát ez nyilván így meg tudott jelenni, és gyakorlatilag minden keresztény felekezet körében ez jellemző, hogy például halottak sírjánál gyertyát gyújtanak, rövid imát mondanak, ugye koszorút, virágokat helyeznek el, és ugye itt két érdekesség van, két fontos dolog van, ugye egyrészt a gyertyagyújtásnak a hagyománya, hogy miért. Ugye a gyertya, az égő gyertya, az ugye a világ világosságát, Krisztust jelképezi, aki ugye maga mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Tehát ez tulajdonképpen a feltámadt Krisztusnak egyfajta jelképe.
Amihez egyébként kapcsolódnak különböző hiedelmek is, például az Ipoly mentén, északon, félig meddig felvidéken olyan szokás volt, hogy ugye azért gyújtanak gyertyát, hogy a halottak lelkei visszataláljanak a sírjukba, mert hogy ugye bolyonganak mondjuk a temetőn belül, és hogy mondjuk megóvják a rossz, gonosz szellemektől a házat, tehát sokszor ugye az ablakokba is kitették például a gyertyákat. Ugyanezért készítettek egyébként halottak napja minden szentek környékén töklámpásokat is, tehát ez a magyar hagyományban is megvan, kifejezetten az ártó szellemeknek a távoltartására, és az, hogy a töklámpások ijesztőek voltak, az is összefügg ezzel, hogy ezeket a szellemeket elűzzék. Ugye nálunk ez inkább, főleg a déli területeken, ugye a busójárás hagyományában marad meg, ahol ugye ez a farsangi időszaknak a hagyománya, de ugye az egy zajosabb időszak, ez pedig egy csendesebb tulajdonképpen. És ugye a halottak napján történő gyertyagyújtás mellett a másik fontos a virágoknak az elhelyezése, és ugye itt jön a krizantém, mint olyan, hiszen a krizantémra nagyon sokan azt mondják, hogy ők bizony csokorba nem tesznek, ők nem vásárolnak senkinek, nem adnak senkinek, mert hogy az temetői virág. Nálunk gyönyörű szép bokrok vannak egyébként otthon az udvarban, meg a kertben is, mert nagyon szeretjük ezeket a szép virágokat, de hogy miért a krizantém? Hát ugye azért, mert hogyha körülnézünk mondjuk a kiskertekben, akkor láthatjuk azt, hogy ez az a virág, ami pontosan ilyenkor pompázik. Ilyenkor van, amelyik még csak bontogatja a szirmait, van, amelyik már gyönyörűen kinyílt, és hát mindenféle színekben kapható, ma már főleg, mindenféle színekben elérhető, és ugye az, hogy ezek a virágok színesek, ezek azért az örömöt is jelképezik nyilván, és hát ugye azért a Minden Szentek és a Halottak napja sem természetesen csak a bánatról szól. Igen, éppen akartam kérdezni, hogy mennyiben változtak a mai szokások a régiekhez képest akkor? Hát amiben változtak, az ugye az, hogy az egyházi szertartások nyilván ugyanabban az időpontban vannak most is. Tehát az, hogy a halottak napja vigíliája, ugye a Minden Szentek estéje az a katolikus egyházban egy fontos kiemelkedő ünnep, amikor ugye úgynevezett előesti szentmiséket tartanak. Ilyenkor van ugye temetőkápolna például nyitva, lehet látogatni ugye a temetőkápolnát, ahol van erre lehetőség, ott tartják a szentmisét is többek között. Ugye kitakarítják a temetőt természetesen, erre az alkalomra kivilágítják, ugye nem csak a hozzátartozók, hanem hogyha mondjuk egyházi kezelésben van, akkor az egyházak is gondoskodnak ennek a tisztántartásáról, világításáról. Illetve a protestáns egyházakban is ugyanígy jelen van ez, azért kevésbé hangsúlyos, ugye, mert október 31-a reformáció emléknapja, emlékünnepe, tehát inkább erre helyeződik a hangsúly, és ezért is nagyon sokáig ugye október 31-e volt a fontosabb ünnep a november 2-ához képest, például a református egyházban. Ők inkább a szokásokat vették át, de természetesen ők is ugyanúgy tartanak istentiszteletet ezen a napon. És hát ugye ma már vannak ökumenikus megemlékezések is többek között, pont azért, hogy a keresztény egységet is hangsúlyozzák ezzel kapcsolatban, hogy a Krisztus hívők például ezeken a napokon látogatják a sírokat. Amit kérdeztél, hogy a változás, hát azt az életünk hozta el igazából, az életmódunk, amiről itt beszélgettünk a felvétel előtt is, hogy amikor mondjuk nem hétvégére, vagy a hosszú hétvége utolsó napjára esik a november 1-e, ami ugye ünnep munkaszüneti nap, akkor általában az emberek ezt hétvégén elintézik, le tudják csúnya szóval mondva, de hát tulajdonképpen erről van szó, mint ahogy ugye az ünnepi bevásárlásoknál is ezt látjuk. És tulajdonképpen ez a hangsúly helyeződött át igazából, hogy nagyon sokan már inkább az utolsó munkanapon, még a munkából menet gyorsan belépnek a temetőbe, vagy megpróbálják a hétvégén elintézni, hogyha mondjuk tényleg úgy adódik az ünnep, akkor ugye ne azon a napon kelljen. És hát tulajdonképpen ami megváltozott az életünkben, hogy ugye egyre mobilabbak vagyunk, egyre több az autó, ebből következően ugye egyre türelmetlenebbek is vagyunk, és egyre kevesebb az időnk, ezért ma már nagyon sok feszültség van ebben az időszakban, tehát kevésbé, bár a meghittség az inkább a karácsonyi időszakára tevődik, de kevésbé meghitt, kevésbé családias, kevésbé bensőséges, mert nagyon sokan ilyenkor inkább a parkolóautóra gondolnak, még a temetőn belül is, de hát azért hál' Istennek ezek a hagyományok és a szokások megmaradtak napjainkban is. Remélem azért mindenki megadja a módját, hogy méltó módon emlékezzen majd a szeretteire. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.
A 70-es évek diszkós lágerei is fellelhetőek a Discover Band repertoárjában. Az együttesnek most két tagja, Jung Ferenc énekes és Dobos Péter basszusgitáros itt van velem a stúdiónkban. Köszöntelek titeket! Szia, Ramona! Szia, üdvözöljük a nézőket! Ugye, ahogy mondtam, már több mint egy 7 éves zenekarról beszélhetünk. Mi volt annak idején a koncepció, amikor ti elkezdtétek? Mi volt a cél? Még 2016-ban érkezett egy e-mail a Kis Balástól, aki ugye azóta is a zenekarnak a dobosa, amiben arról írt, hogy alakítsunk egy diszkózenekart, kimondottan a diszkónak ezt az első generációját játszó zenekart, tehát ez az ABBA, Bonnie M, Neoton, Szűcsújt, ezek a legnagyobb diszkó klasszikusokat. Ez ugye ez az időszak, ezek 74-től 82-ig tartott körülbelül ennek a műfajnak a fénykora. Akkor küldött egy dallistát, hogy ő mire gondol, és meg egy zenekar névsort, hogy mégis milyen tagokkal képzeli el. Ebben aztán néhány változás végül történt, de a magja, ugye a Fecó, énekes szaxofonosként, illetve én basszusgitárosként már az első tervezett felállásban is benne voltam, illetve a Forgács Robi is már benne volt a legelején. Ugye a billentyűs poszton a Szeles Peti néhány héttel később csatlakozott a zenekarhoz. Ugye a Balást már említettük. Az énekesnőt. És az énekesnőkkel ott az egy kicsit hosszadalmasabb volt, hogy olyan énekesnőt találjunk, énekesnőket találjunk, aki ezt a műfajt igazán jól tudja előadni, de hát szerencsére sikerült olyan énekesnőkkel dolgozni, akik ezt nagyon jól meg tudják valósítani. Mindezt az amerikai stílusú hangképzéssel operáló dalokat, ezek mind pedig ezt az európai stílust, ezt az abban ilyen vonalat. És ti hogyan éltétek meg egyébként a kezdeteket? Hát én nem is akartam. Eredetileg mondta Balázs egy házi buliban, ezt minden bulinál szoktam egyébként mondani, egy Fecó, hát diszkó zenás, nincsen a közelben ilyen csapat. Balázs, nekem annyi dolgom van, a másik zenekar, akkor még tényleg sok bulink volt, és mondom, én figyelj, nem akarom ezt csinálni. De, Fecó, de. Na mondom, figyelj, hogyha megszervezed a próbát, esküszöm, elmegyek a próbára. Így történt, elmentem próbára, ezt azóta ott vagyok. Tehát egy nagyon röviden mondva, rögtön az első alkalommal beleszerettem a csapatba, mert nagyon jó emberek, nagyon jó a társaság, tehát szerencsére nálunk mindenféle feszültség és mindenféle konfliktus nélkül történnek a próbák, a dalválasztások, ha bármiféle nézeteltérés van, ezt kultúrált ember módján meg tudjuk beszélni, és ez nagyon fontos, szerintem egy jó csapatban rendkívül fontos a jó kommunikáció, hogy ne legyen senkibe se tüske, senki ne nézzen haraggal a másikra, és ez nagyon fontos. Inkább az szokott probléma lenni néha a próbán, hogy túl jó a hangulat. És ja igen, hát egy kicsit át szoktunk esni a lótú oldalára. A vicc, a hülyéskedés. Igen, meg én szoktam sztorizgatni, de ez gyakorlatilag tényleg arról is szól, hogy összejövünk, jól érezzük magunkat, és jó hangulatban lepróbáljuk azt a 40, most már 40 akárhány számos műsort, amivel tényleg színpadra állunk most már időről időre itt a környéken, Fehérváron és a megyében és környező megyékben, Balatonparton is. De el kell mondjam, hogy most már megyünk Kelet-Bazz megyébe, Borsod-Abó-Zemplén megyébe is megyünk, onnan is megtaláltak minket, hogy hál' Istennek jól alakulnak a dolgok. Annak idején a zenével hogyan kerültetek kapcsolatba? Te az énekel, te meg a gitárral? Én 12-13 éves lehettem körülbelül, amikor először hangszert fogtam a kezembe, de az rögtön basszusgitár volt véletlenül, mert a keresztapám réges-rég basszusgitározott, és volt otthon hangszere, és ott a unokatestvéremmel, hát így hülyéskedtünk csak. Igazából fogtuk össze-vissza pengetünk, volt ott egy akusztikus gitár, meg egy basszusgitár, ezt össze-vissza így marháskodtunk vele. És akkor következő héten lementem unokatestvéremhez, és akkor a gitáron mutatott dolgot, hogy az apukája mit mutatott neki, és akkor ezt mutasd meg nekem is, és akkor én is megtanultam, és onnantól kezdve hétről hétre, napról napra mindig újabb és újabb dolgokat tanultam meg, és akkor ez most már tart 30-valahány éve. Akkor ez egy örök szerelem maradt. Hát ez igen. Nálam másképp volt, nálam
Az első hangszerem a harmonika volt, tangó harmonika, mert anyukám beírtott a zeneiskolába a negyedikes koromban, mert apukám is harmonikázott, és azt szerette volna, hogy én is kedveskedjek otthon ezzel a hangszerrel, meg úgy egyáltalán maga a zene szeretete miatt, és így is 3 évig jártam ide a Fehérvárra a zeneiskolába. Ott szereztem ezeket a zenei alapismereteket, meg ugye jártam vizsgázni, csak aztán a 7. koromban már nem nagyon foglalkoztattak ezek a keringők, amiket tanultunk. Hát ami ugye klasszikus értelemben lehet tanulni egy ilyen tangóharmonikán. Más kezdett érdekelni, az egyik haverom gitározott, és akkor én mutogatta nekem az akkordokat, és közben ezáltal elkezdett mindenféle modern dalokat mutatni. Többek között a Queen zenekart is akkor ismertem meg, és akkor már ez a rockosabb, de mégis ilyen dallamos rockzenés hangzás, meg az angol nyelv nagyon elkezdett érdekelni, és akkor félretettem a harmonikát, és akkor 18 éves koromban találkoztam a szaxofonnal, mert egyik volt osztálytársam, ment az utcán, és szia, Miki, mi van veled? Hát megyek a szaxofonnal. Tényleg veled mehetek? Aha, gyere! És akkor ezután az volt, hogy végighallgattam az ő óráját, öcsi bácsinál, és teljesen beleszerettem a hangszerbe. Ennek annyi az előzmény, hogy elkezdtem már ilyen jazz kazettákat hallgatni, és szaxofonosokat kaptam az egyik cimborámtól, ilyen szaxofonos előadóktól kazettákat, és hát teljesen oda voltam, hogy a hangzástól, olyan szép dallamok, minden, és akkor így jött. És akkor utána viszont ugye megcsináltuk a Big Time zenekar 2000, volt először csak szaxofonoztam, aztán kifogytunk az énekesekből, mindig imádtam énekelni, de nem foglalkoztam vele, csak mindig így otthon csak próbálkoztam vele, aztán elfogytak az énekesek körül, de, és én meg elkezdtem járni egy fehérvári énektanárhoz, a Wieser Danihoz, és akkor nála tanultam sok éven keresztül, aztán utána jártam Veszprémbe a Wöhler Adélhoz, és akkor így alakult az éneklés. És aztán ebben a zenekarban meg főként most már inkább énekelek, meg egy kicsit ilyen hősködök a szaxofonnal. Ugye mondtad, hogy elég összetett, sokoldalú a zenekar, tehát hogy sokféle hangszeren játszatok. Mennyire sikerül összeegyezni a próbákat, milyen konfliktusok jellemzőek nálatok, hogy fontos egyébként a jó hangulat, erről mit tudnátok elmondani? Hát nem egyszerű dolog, ez elsősorban az én feladatom, hogy a próbákat összeszervezzem. 7 embert, úgy, hogy közben mindenkinek van családja, gyerekek, munkahely, emellett 7 embert egyszerre összeszervezni egy helyre, nem egyszerű dolog. De szerencsére azért a kommunikáció elég jó a zenekarban, úgyhogy azért működik az, hogy azért, ha csak egy embernek nem jó, próbál kompromisszumot kötni, és azért alkalmazkodni mindenki, hogy ha lemondható program van, akkor inkább lemondja, és a zenekart helyezi előtérbe azért. De a próbán már nem szokott konfliktus lenni, úgy alapvetően. Tehát olyan szokott lenni, hogy én mondjuk imádnék egy dalt eljátszani, és akkor a többiek azt mondják, hogy ez nem passzol a műsorba, és akkor egy darabig elültetem, és akkor utána kénytelen vagyok elengedni, mert tényleg jobb is, hogy ők kitartanak, mert én egy kicsit hajlamos lennék eltérni az eredeti koncepciótól, csak hogy vannak dalok, megtetszenek, hú, ez de jó lenne, és akkor benyomom a közös csoportba, akkor ebből van, hogy jaj, fecó, most már ne, légy szíves, mert hát jogos. De aztán vannak egyébként, amik viszont jól szoktak elsülni. Sok ötletem van, abból a fele mondjuk megy a kukába, mert tényleg nem odavaló, de a másik fele meg megvalósul. Egyébként el kell mondjam, hogy ebben a zenekarban van az, hogy az összes ilyen zenei ötletemet meg tudtam valósítani. Egy csomó ilyen mixet találtam ki, vagy találtunk ki, de tényleg az, hogy hát amit kitalálok... így teljesíteni magam, ilyen az ötleteimet meg tudom valósítani. Tehát nem szokott konfliktus lenni kérdésedre válaszolva, igaz? Konfliktus nem szokott lenni, szervezés kérdése. Az szokott lenni, hogy ott valamit sztorizunk, vagy én sztorizok, és akkor gyerekek játszunk már, mert ennyi idő alatt már el lehetett volna játszani, még amikor megbeszéljük, és akkor hát ez alatt már eljátszhattuk volna, ez már szállóigével vált a zenekari próbára, hogy ez alatt már eljátszhattuk volna. Hát kb. Ennyi szokott. De én szerintem a 7 év alatt komolyabb konfliktus nem volt. Szerencsére nem. Szerencsére mindenki intelligens, kultúrált ember, a felelt csapat pedagógus, tehát tudjuk, hogy hogyan kell a másikkal beszélni, úgyhogy hál' Istennek működik a dolog. És a mai zenéjétekre mi a jellemző feldolgozásokat játszatok abszolút inkább, vagy saját dalszövegírás felmerül bennetek valamikor? Köszi a kérdést.
Csak saját dalokat nem játszunk. De, szóval, tehát csak feldolgozást játszunk, csak ennek a szűk korszaknak a legnagyobb és legismertebb slágereit. És eddig soha nem engedtük, hogy kicsúszson ebből a korszakból a választás. Ez pont az előbb a Fecó utalt rá, hogy vannak időnként olyan ötletek, ami szerencsére kiszavazódik mindig. Ja, mert szavazás van, demokratikus. Igen. Én személy szerint úgy gondolom, hogy attól tart jelenleg ott a zenekar, ahol tart, hogy van egy egyértelmű irányvonala, hogy ezt a műfajt játsszuk, nem mást, nincs az, hogy játsszátok akármit, hanem a mi műsorunkat játsszuk. És ugye az olyan falunap, cégesbuli, ilyen jellegű rendezvényen, kizárólag csak tényleg a legnagyobb buli slágereket, klubkoncerten, mint amilyen lesz most a Halloween buli ugye a október 31-én, ott azért néhány dal bele szokott férni ebből a műfajból, ebből a korból, olyan, ami picit kuriózum, egy kicsit kevésbé ismert, de beleillik a műsorban. Én annyit tennék hozzá ez a gondolatkörhöz, hogy a saját dalok témájában én vagyok mindig az, aki szeretne. Van egy-két ötletem, és ezek még egyelőre benn vannak a fiókban, de el fog neki jönni az ideje, amikor eljutunk arra a szintre, hogy most már tényleg lehetne egy-két saját dalt is. Mert én vágynék arra, hogy a Discovernek legyen egy ilyen induló jellegű saját dala. Most például a véradás kapcsán jött egy ihlet, és írtam egy dalszöveget egy már meglévő, pontosabban pont fordítva történt, mert eddig mindig így volt, hogy a már meglévő zenéért írtam dalszöveget, most pont fordítva volt, van egy véradó himnusz, és arra írtam zenét. Úgyhogy ez szerintem, ez neked is tetszett, a Petyának is tetszett, úgyhogy lehet, hogy ez meg fog valósulni. Én nagyon örülnék neki, mert én viszont vágyom arra, hogy legyen a zenekarnak egy saját dala. És akkor ez a véradásotokhoz kapcsolódóan, erről ugye már beszélgettünk veletek, egy kicsit a kezdeményezésről, hogy sikerült? Hát én ugye most már 68-szoros véradó vagyok, és múltkor gondolkodtam, hogy nem jutott ez eszembe, hiszen 7 éves a zenekar, hogy miért nem történt ez meg korábban. Most nyáron így kipattant az agyamból, hogy hát úristen, hát a zenekarral el kell menni vért adni, ez egy nagyon szép és humánus és segítő megmozdulás. És akkor így végigfuttattam az agyamon a dolgot, hogy elhívom a zenekart, csinálunk belőle egy kicsit egy eseményt is, hogy összekötve a koncerttel, és ugye most ez történik, hogy aki eljött a véradásunkra, és még most bezárul a 31-ig eljön, és befényképezi a véradó igazolványát, sorsoláson vesz részt, ajándékot kap. Igazándiból a zenekar kialakult népszerűségét felhasználva szeretnénk most már népszerűsíteni a véradást magát. Én ezt szerettem csinálni, 20 éves korom óta csinálom ezt a véradást, és úgy jövök vele, hogy én ezzel tudok segíteni az embereken, miért ne tegyem, és már annak is örülök, hogy ha már a zenekar többi tagját be tudtam szervezni, nagyon rossz szóval élve, de örömmel jöttek, úgyhogy nem kell őket nagyon győzködni. És az a célom, hogy a jövőben, például lesz januárban is a véradásunk, amire te is megígérted, hogy eljössz, úgyhogy most már mindenképpen kéz a kézben elmegyünk. Jó. és akkor arra is lesz a februári koncertünkre, és lehet majd jegyeket nyerni. Tehát, hogy én ezt próbálom a kettőt így kéz a kézben, ahogy említettem, vinni, hogy a zenekar reklámozza a véradást, és a véradás egy picit reklámozza a zenekart, ez oda-vissza működik. Ilyen érdekes élmény volt ez egyébként nekem. Egyrészt az, hogy 7 éve együtt zenélünk, és halvány fogalmam nem volt róla, hogy te rendszeres véradó vagy, és kiderült, hogy nem te vagy az egyetlen rendszeres véradó a zenekarban. Robi is én első véradó voltam. Nyilván volt benne egy kis félelem el, hogy hú, ez hogy lesz, de és aztán igazából semmi, tök nem problémás az egész, minimális kellemetlenség. Tehát én javaslom, hogy mindenki, aki még nem próbálta, tegyen egy próbát, mert megéri jót cselekedni, azt gondolom. Meg hát tényleg segíthetünk a másikon, de most visszakanyarodva egy picit így a koncertekre, igen. Meg hát ugye a véradással is majd arra lehet belépőnk nyerni. Játszottatok már itt Fehérváron, mi a közönségről a véleményetek, illetve majd ez a bulitok. Ez valami, hát, hogy fog kinézni? Óriási érzés a számunkra, hogy a Petőfi Kultúrtanszékben, ahol a klubunk van, a klubkoncertjeinken teltház szokott lenni, ezt most mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom. És rendszeresen visszajáró közönségünk van, természetesen vannak új emberek is, és
imádják a műsort, érzik rajtunk, hogy egy közvetlen társaság vagyunk, tehát nincsenek ilyen idézőjeles sztáralűrjeink. Mi felmegyünk, látják rajtunk, hogy szeretünk zenélni, szeretjük a közönséget, és valahogy kialakul egy olyan atmoszféra, ugye a koncert folyamán, hogy így viszi magával az egész csapatot, és így oda-vissza megy ez az energia, mert hogy megérzik rajtunk, hogy jól érezzük magunkat, átveszik, és utána meg visszaadják ezt az energiát, és akkor beindul ez az egész, begerjed a hangulat, és onnantól kezdve akármilyen dal jöhet a műsorból, szerencsére úgy van összeválogatva a műsor, hogy tényleg a legismertebb diszkós lágerek, mindenre buli van. És ez annyira spanol minket, hogy én a végén teljesen kipörgöm magam, és akkor a végén meg így kész vagyok. Hát igen, mikor játszik az ember, nem is érzi a fáradtságot, igen. Pedig hosszú bulikat szoktunk játszani. A Halloween buli azért is külön szerencsés nekünk, mert mi amúgy is jelmezben zenélünk, ugye, sőt, többféle jelmezt is, tehát koncert közben is átöltözünk, meg ilyesmi. A Halloween meg ugye pluszba bevonza azt, hogy a közönség jelentős része is, bár nem kötelező jelmezben érkezni, de sokan jelmezben meg kisminkelve érkeznek, és ez óriási buli tud lenni, hogy olyan Halloween-hez illeszkedő boszorkányok, vámpírok. De ne vér, nővér, most a vér kapcsán ezeket nyomatjuk ezerrel. Én is például egy zombi orvos leszek, véres kötényben, meg fejkötővel, úgyhogy én most ilyennek leszek elmaszkírozva, de nagyon élvezik. Az a poén, hogy mi annyira jól érezzük magunkat, amikor ott készülődünk és öltözünk be, minden egyes Halloween bulinál így kiszokták az arcukat festeni, meg tényleg mindenféle cuccokat összevásárolgatunk. Jó, a jelmezverseny is ugye erre szintén nagyon fontos, hogy lesz jelmezverseny a bulin, tehát a legjobb jelmez szintén ajándékot kap, vagy a pár, legjobb jelmezes pár. Úgyhogy én mindig szoktunk valami kis ajándékot, ugye van nyakbalkasztónk, van hűtőmágnesünk, van baseball sapka, úgyhogy szórólap, tehát, és aki most ugye, tehát megnyeri, akkor ő is kap, majd eldöntjük, hogy micsodát, azt még nem tudjuk. Igen. Tehát akkor érdemes lesz ellátogatni, illetve nem csak erre, hanem majd a következő buliaitokra is. Mindenki. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget, a meghívást. Köszönjük szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.